Az amerikai serpenyős almás palacsintához kell majd egy alma, ahhoz egy pici nátcukor, egy kis vaj és egy csipet fahéj, és a tésztához pedig 1,2 deciliter tej, 2 tojás és 6 deka liszt. Azzal kezdem, hogy az almát meghámozom, és szépen fel fogom majd karikázni, és serpenyőben egy kis vajon és egy kis nátcukron fogom majd megpárolni. Én ehhez a desszerthez, illetve egyébként nagyon sok desszerthez, almás desszerthez zöld almát szeretek használni, mégpedig azért, mert szerintem annak nagyon jó kis textúrája van, jó savas, tehát én minden ilyen édességhez olyan almát szeretek használni, aminek egy picit magasabb a savtartalma, tehát jó pikáns, fanyar, és nem sül mondjuk túlságosan hamar túl puhára. Úgyhogy erre szerintem kiváló a zöldalma, ezt meghámozom, fel fogom majd karikázni, és kevés vajon átforgatom a serpenyőben. Hogyha megvagyunk az almakarikákkal, akkor a serpenyőben egy kevés, mondjuk ilyen két evőkanálnyi vajat olvasztunk. Amikor a vaj majd felhabzik, akkor jöhet hozzá a felkockázott alma, egy kis nátcukor és egy pici csipet fahéj, ugye mindez majd össze fog olvadni, és egy kicsikét elő fogom tulajdonképpen párolni az almát, utána megy majd be a palacsintatésztával együtt a sütőbe. Most jöhet hozzá a felkockázott alma, és rögtön ehhez a nátcukor, körülbelül egy olyan 4-5 deka, aztán egy pici csipet, mondjuk egy ilyen teáskanálnyi fahéj, és akkor ezzel szépen átforgatjuk ezeket az almaszeleteket. Közben össze tudjuk állítani a palacsinta tésztát, ami nagyon-nagyon egyszerű, kell hozzá 2 egész tojás, 1,2 deciliter tej és 6 deka liszt összesen. És egyébként majd fogják látni, hogy ez egy 4 adagos desszert, és ráadásul szerintem elég kiadós is. Ugye gyakorlatilag így, ahogy van a serpenyőben, együtt fog majd a sütőbe bemenni, és majd fogják látni, hogy gyönyörűen egy picit ilyen szuflészerűen meg fog emelkedni. Szóval 2 tojás. 6 jöhet hozzá a 6 deka liszt, és 1,2 deciliter tej, és nem is kell nagyon túldolgozni ezt a palacsintatésztát, tehát nem kell, hogy teljesen simára keverjük, semmi gond, hogyha vannak benne ilyen kisebb kis darabkák vagy göbök, mert hogyha túldolgozzuk, akkor ez a palacsinta is picit ilyen olyan túl tömör lesz a végén. Jöhet a tésztához egy csipet só, és gyakorlatilag ezzel nagyjából meg is vagyunk, hogyha az alma már megpuhult, és ugye látják, hogy ilyenkor nagyon szépen kicsit el is kezd karamellizálódni, na akkor így, ahogy van, rá lehet önteni majd a tésztát, és ezzel együtt megy be a sütőbe. Ezt a receptet képzeljék el, hogy 1966. április 10-én publikálták először Amerikában, még pedig a New York Times-ban, aminek hát már akkor is volt nagyon profi, nagyon nagy hatású gasztronómiai rovata, és az első férfi gasztronómiai újságíró nevéhez kapcsolódik egyébként ez a recept, aki pedig az egyik kollégájától tanulta, aki akkor éppen a Honolulu-i magazinnak volt a főszerkesztője, tehát én nem tudom, hogy ott hogy jött egyébként szóba ez az almás palacsinta, de lényeg az, hogy tényleg ez az a recept, amit azóta is Amerikában tulajdonképpen az almás palacsinta receptként tartanak számon, rengetegen készítik. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor a serpenyőre így, ahogy van, ráönthetjük ezt a tésztát.
Tudom, hogy most még nehezen tudják elképzelni, hogy ebből hogyan lesz palacsinta, de majd meg fogják látni, hogy fantasztikus, ugye a széle egy picikét majd karamellizálódik, ropogós lesz, fel fog emelkedni, mint egy szuflé, a közepén nagyon habos, könnyű, fantasztikus. Nagyon fontos, hogy ezt olyan serpenyőben kell csinálni, aminek a fogantyúját be lehet tenni ugye a sütőbe, vagy hogyha nem, akkor érdemes áttenni ugye a párolt karamellás almát mondjuk egy jénaiba, vagy egy hőálló edénybe, és arra tudják ráönteni a palacsinta tésztát. Nagyon forró sütőben 200 fokon körülbelül olyan 20-25 percig kell sütni. Ennek körülbelül 20-25 perc kell majd, az alatt pont be tudom fejezni a levest, és az alatt megpuhul az összes zöldség. Hát ez az almás palacsinta, az az igazság, hogy szerintem elképesztően jól néz ki. Ugye látják, amit ígértem, hogy egy picikét úgy megemelkedik, mint egy szuflé, a széle pedig egy kicsikét karamellizálódik, egyébként szerintem az a legfinomabb rész. Az a legelső recept, az a bizonyos, ami 1966-ban jelent meg a New York Times-ban, az egy teljesen sima palacsinta volt, tehát alma nélkül készült. Egyébként úgy is nyugodtan ki lehet próbálni, vagy esetleg más gyümölcsökkel, például körtével is nagyon finom. És úgy készült, hogy amikor kivették, vagyis a recept úgy szól, hogy amikor kivették a sütőből, akkor egész egyszerűen porcukrot szórnak a tetejére, és még néhány facsorásnyi citromlevet is szoktak rá tenni, az is nagyon passzol, szerintem egyébként akár ehhez az almás változathoz is. A miso ászósz ebédei a miso tálóak, a kiknip fedői. A miso tálóak a Szászia Főzőiskola alipégült kiadó. A küsző kezéhet az XTP olajp telefó. A miso nehézak, mert az OTT pap tálóak. A miso tálóak az új kiadó teszemú. Az észeszélet tálóak a túszész bóászat. A lukak mi magaszim? Stá? Én nem.